Hello, sziasztok! Csomag jött, unboxing lesz, nem is akármi. Mert hát annyira szorgalmasan nézitek a videókat, hogy rájöttem, hogy nekem vágni kell. Úgyhogy kell egy rendesebb gép, mert a gépem az igencsak romogy. Megmutassam, hogy néz ki. Az A8-as AMD, jó pár éves. Hát nem nagyon lehet látni, de ott vannak kis, na majd talán így. Házban lévő folyamatosságok, egy repedés. Még egy repedés, itt kihulva szegényemnek a műanyag. De amúgy teljesen hibátlanul működik, majdnem kiukadt a tapipad gombja. Egy kicsit a zsanér is már olyan instabil. Hibátlanul működő 8 gigaramos A8-as AMD, ugye a beépített. Ez még ráadásul foglalatos AMD. Na de mindegy, kicsit kevés volt ahhoz, hogy videót vágjak vele. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem is egy gamer gépet, mert hát ugye ez a csatorna elég csóró még, arra még nincs pénz, hanem egy sima Ryzen 5-ös gépet, amiben ugye Vega 80, hát úgy durván négyszer erősebb, mint az előző gép. Meg a másik, hogy ennek van aksia, mert az én gépemnek a legnagyobb hibája az, hogy az aku az kuka. Na most ezt itt le kéne róla tépnem valahogy, azt nem tudom ezt hogyan támasszam addig le. Talán sikerült kiékelni, de becsomagoltál. Most itt készen kisötés volt az emagon. Mi ez? Végtelen nagy csomagolás? Szintén Lenovo, mert bejött a márka. Olcsó, de jó. Idáig Novicento új. Nem csörökben semmi. Mit mutatnak a feliratok? Amúgy ez egy V155-ös Lenovo. Itt vannak a dolgok. Ryzen 5 3500U, ugye 8 giga RAM-mal és egy 256-os SSD-vel van benne egy író, aztán úgy durván ennyi, meg egy Bambi, úgyhogy bontsunk tovább. Jaj, de szép ez a matrica. Meg tudom vajon bontani ezt a dobozt? Vagy ez direkt úgy van leragasztva, hogy ne lehessen lementeni róla ezt a kis aranyos matricát, nem mintha kéne bárhova is. Igen, ez ilyen matrica, hogy látszik rajta, hogy egyszer letépted. Úgyhogy ha fölvágtam, ugyanaz. Jaj! Eldőlt a telefon. Na nézzük. Nézzük, mit rejt a doboz. Egy gorjegyet. Azt látom, szerintem itt lesz a töltőnk. Igen, ez a Lenovo-nak a mostani töltője. Lassan ott tartunk, mint egy telefonnál. Régen ekkora volt a Nokia töltőm. De végre leszokott a Lenovo, bár nem mondanám, hogy végre, mert jó bevált volt az a régi fajta töltő, amit egy 5 éve kezdett el, talán körülbelül a Lenovo, nem 5 éve, csak 4-5 éve elkezdte az USB-hez hasonló töltőt, biztos egy csomóan beleerőtették az USB-be, pedig az egy masszív, nagyobb áramot elviselő dolog volt mindez. No, mi van még a dobozban? Talán egy gépnek még itt kéne lenni. Na, megint leékeltem ide a dolgokat. Azaz, mint ezek. Ez most már csak egy üres papírdoboz, bocsánat, hogy közben itt nem kell. A garancia, ugye nem kellenek rá csomagoló elemek. Ezeket ledobáljuk, mert itt fölösbe van. Ó, de szépen be van csomizva. Egy másik garancia, egy hogyan kapcsolt be a gépet, meg az igazi garancia. Na, ezek most nem kellenek. És akkor maradjon az asztalon az, amit vásároltunk végül is, maga a termék, a töltő, meg mindjárt kibontjuk ebből a nylon zacsiból. De egy kézzel kicsit nehezebb. Hú, de jó a tapintása. Régivel is meg voltam elégedve. Ott az volt a gondom, az egy G505-es volt, hogy a slim gép volt, és az miatt slim író kellett bele, és évente úgy, hogy nem használtam az írót, abba halálán volt. Hát így néz ki. A V-széria. Az alja. Masszívabb látszik a hőcső, meg hogy itt azért van valamennyi hely legalább. Hol jön ki a levegő? Halló! Hűtést hogy terveztetek? Itt fújja ki a levegőt? Alul? Vagy ez egy elég fura. Na nézzük. Nyílik ki kettes ajtó. De jó színe van, ilyen szürkés. Ugye írja, hogy Ryzen 5-ös, meg azt, hogy Vega Graphics. Kijelző egybe van? Jó lenne egy mat kijelzős gép lenne.
Hát talán úgy tűnik. Egy mat kijelző. Erre már annyira vágytam, hogy ne a pofám fényesedjen ott benn, hanem az adat, a kép, a nagyon jó struktúrát, felület. Jaj, a bekapcsoló gombot ide rejtették. Egyébként ő neki be kéne kapcsolni most? Vagy valami ilyesmi? Nem? Lehet, hogy le van pusztítva az aksi? Nem hiszem, hogy kiszedhető akkumulátoros gép, mert szerintem itt van valahol a beépített aksi. Hát úgy lehet kiszedni, hogy szétszeded. Azért valahogy el kéne indítani, valami bootlemezt kéne szereznem. Meg bedugjuk a töltőt, hogy legalább töltőn legyen. Nagyon úgy néz, hogy ezt tölteni kell ahhoz, hogy elinduljon. Valami változott? Valami LED, vagy akármi, vagy bármi, ami jelzi esetleg, hogy töltőn vagyunk, vagy... Ott van egy, ami mutatja, hogy hát le vagyunk pusztulva, teljesen hútpiros. Egyébként, ha már itt tartunk az oldalánál, mik vannak rajt? Ha jól látom, akkor itt van egy normálon, egy gigabites, amit így ki lehet pattintani, csak most nem sikerül egy kézzel, mert ugye már kicsik a gépek, szóval, hogy lehajtod, akkor az van. Egy HDMI, két USB 3-at ígértek, de miért nem kék? Na mindegy, egy kombinált jack, mind a telefonokon, azaz egybe van a fejhallgató és a mikro, a stereo fejhallgató és a mikrofon egy jacken. Itt ezek ledek, vagy ez maga a mikrofon, vagy ez bekapcsolási jelző led, meg ilyesmi, nem tudom. Igazából nem látom, mert olyan pici piktogram, majd így kinagyítjuk. Ja, ez a bekapcsolást jelzi. A másik, az fogalmam nincs, mit jelez. Az egy reset gomb, vagy nem tudom. De amúgy pofás a gép. Nem tudom mennyire, vagy jó képet így. A telefon, mi van ezen az oldalon? Hát itt van egy, meg kéne kapcsolnia, egy Kensington zár, ami semmire nem jó, meg egy DVD író, aztán így durván ennyi. Elég vastag a káva, szerencsére, már így nem, hanem hogy úgy egy ilyen masszív gépnek tűnik, és nagyon tetszik, tényleg olyan üzleties. Olyan masszívabb, olyan iparibb, nem az a vékony, mert most megnézed ezt, így az ujjamhoz képest, ez ugye vastagabb, mint a hüvelyk ujjam. Nem tudom, mennyire látod. Hasonlítsuk máshoz, mondjuk ehhez az ujjamhoz. Hát, ha hiszed, hanem azért ez itt távolság. Ha most bemegyek a másik gépet megmutatni, ez úgyis most nullán van. Szóval megnézed ezt, akkor itt annyira arra törekedtek, hogy vékony legyen itt az elej, így összehúzták, és mindenhol vékony. Mondjuk annak ellenére, azért ez a gép vastagság is ugyanez, csak ez akkor még slimnek számított. Lehet, hogy akkor az se olyan nagyon slim, de egy nagyon vékony. De végül is még nem is mondanám, hogy ez annyira útvar így most. Most, hogy újra kinyitottam és megnéztem, szóval még azért ez egy használható műhelygép lesz. Szóval kicsit még hagyom töltődni, hogy magához térjen. Aztán közben keresünk, meg beleolvasunk a leírásába, de azért tetszik, hogy ilyen erős a zsanérja. Beleolvasunk abba a pár papírba, hogy például a BIOS mivel hívjuk elő, mert ugye bebootolunk valami lemezről. Egyébként itt szépen mutogatja, hogy mi hol van, és ugye itt van ez a főkapcsoló LED, és itt mellette van a mi van mellette, figyelj, betolsz, Novo gomb, na. Élességet, légy szíves, Novo gomb, érted? Novo gomb. A többit ezt így talán ugye kaptuk, hát a kamerának meg ugye ott van a jelzőfénye, nagyszerű, egész kis pofás. Ez mi? Ki lehet kapcsolni a kamerát? Talán itt hardveresen? Aha, azt a kémkorszak, a Lenovo, a kínai nagyon jó, ugye ők kémkednek a legtöbbet, és szépen hardveresen le tudott takarni a sok paranoid, aki ugye leragaszgatta annak idején, amikor notebook szervizbe dolgoztam, akkor leragasztották, ja nem ezen kélességet ütni, nem ezen, és itt le tudja zárni mechanikusan. Leszokták ragasztani, igen, matricával a kamerát, hogy őt aztán ne figyeljék, mi van akkor, ha megfigyelnek, kit érdekel, hogy megfigyelnek, mit csinálsz, nem csinálsz semmi bűncselekményt otthon, vagy miért vagy olyan szégyellős már, nem? Te azért kukkolsz másokat, de téged ne kukkoljanak. Na mindegy. Szóval úgy üzleti le lehet zárni. Üzleti titok miatt fogjuk rá, arra tök jó. Na nézzük tovább, mert mi van. Mutatja, hogy dugjuk be.
Mutatja, hogy ő van, meg ő van, meg hogy melyik hol van, meg a véladról egy kis leírás, ott meg a, ha ezt így bekattintod, akkor le lehet tölteni az e-manuált. Tök jó, nem? Várj, ezt megmutatom hátról, aki innét akarja. Innét akarod lefényképezni, akkor most ezt így meg tudod állítani, ezt a képet. Na, ez akkor ezen túl vagyunk. Mi van még? Ez a garancia levél. Itt van, hogy kitől jött. Gondolom az elszámlával együtt érvényes. Ez csak egy garancia levél. Nagyszerű. És itt be van még zárva egy külföldi garancia levél. És angol, gondolom ez hót ugyanaz. Magyarul. Na, mi ő? Mi ő? Ez ugyanaz megint, mint az előbb volt, csak nem annyira úgy, hanem más, hogy jogi nyilatkozat, biztonsági tájékoztató, megfelelés. Hát ezek ilyen, ja, itt írnak pár szót a garanciáról. Támogatás kérése, megint egy QR kódot kapunk, hogyha valami baj van. Ezt is itt tartom nektek, hogy hát, ha innét akarja valaki fényképezni. És úgy más, úgy nem is adnak hozzá. Úgyhogy akkor most már csak azt kéne kideríteni, hogy hogyan jön elő a setup. Most vagy F2, vagy F8, vagy F10, vagy ESC, vagy Dell. Ugye ezek a változatok lehetnek, majd elkezdjük nyomkodni bekapcsolás után, vagy belép, vagy nem. Vagy amúgy is lehet, hogy setupba lép. Hú, nagyon tetszik a billentyűzet, pici, alacsony. Nagyon kevés az útja, szóval nagyon gyorsan lehet rögzíteni, halkan. Prima! És kis aranyos billentyűi vannak. Szóval, hogy ergonomilag ötös a gép. Tapipad. Akárhol kattan. Ez tök mindegy, hogy hova ütsz, most nem tudom, ez hány gomb lehet. Egy vagy kettő, vagy tök mindegy. Jó, úgy összességében nagyon jó. Most keresünk valami olyasmi boot CD-t, amiről talán be tudjuk bootolni ezt a gépet. De ugye be is kéne állítani, hogy arról bootolj, mert mi van rajta. Na most be tudjuk kapcsolni, igen. Most elindult, na most már van egy ideje töltőn. Na, mat kijelző. Valamint mutas. Köszönt, hogy ő a Lenovo. Full HD a kijelző egyébként, azt észrevettem, hogy nagyon jó. Ugye van rajta egy Fridas, dosos, ja. Nagyszerű. És a dátum is be van állítva. Nem akarok másik dátumot bevinni. Ez teljesen tökéletes. Szóval akkor ezt leállítani tudjuk meg elindítani, mert ugye doszos. Adjunk neki egy parancsot. Itt érti? Itt nem érti. Kérje az új dátumot. De miért kéred az új dátumot? Az a dátum. És ha nem jutok, oké, na most vagyunk ott. Nézzük meg, mi van a DOS-ba. Ezek az adatok múltak rajt. Hát igen, van olvass el TXT. De azt megnyitja, nem? Ja, ezt így nem, ez DOS-ból azért hogyan nézem meg egy TXT-t, ugye? És ugye az egyetlen mappal az SRC, vagy útvonal, vagy akármi, abban pedig ők vannak, úgyhogy visszamegyünk a főkönyvtárba. Aztán, hogy durván ennyi, na, álljunk le. Nyomjuk ki a szemét. Vagy hogyan? Na, így leállt. Jó. Akkor most bekapcsolás után próbáljuk meg az S2-t, meg az F2-t, valamelyik csak behozza. Következő az lesz, hogy F8. Érezte valamelyiket, csak nem tudom melyiket. Aha, be is mentünk, valamelyik a kettő közül az volt, úgyhogy meg vagyunk setupilag. Itt köszönt minket nagyon frankó, minden Ryzen 5-ös, 8 giga RAM, és itt igazából Samsung a izé. ODD, ja az ODD az bent van, oké. Itt 256-os SSD ugye, ami bent van és mink van. Aha, így néz ki a setupunk. Jó, az nem kell, a dátum az frankó. Biztonság nem érdekel minket, nincs biztonságban semmi, soha. És itt van, hogy Windowsos Boot Manager, hát igen, ha lenne Windowsod, de nincsen, mert azt én külön veszem meg, mert hát minek vegyek minden géphez egyet, ugye? És akkor ott vannak a lehetőségek, hogy miről bootoljunk. Boot mode legaz, oké, okay, USB boot, nem érdekel, boot priority. És akkor ezt most mivel tudnám fölhozni ezt? Atapi CD-t, azt mondja, hogy
Select item, F5, F6. Azzal megyünk föl meg le. Igen, és fölmegyünk ide. És most, ha nyomunk egy F10-et, akkor arról akar bootolni, rá fog kerregni, és mivel még nem tettük be a lemezt, ezért tovább fog menni DOS-ba, mert nem fogja megtalálni. Na, fény, van itt valami LED, nincsen, hogy... Nem. Ugyanott vagyunk, ugye, mert még nincs be a lemez, de akkor most nyissuk ki. Legalább most már ki kell, hogy nyíljon. Ó, slimes. Egy slimes DVD író. Na, keressünk valami boot dolgot, azt megkapcsoljuk ki. Azt mondja, talán a Hirenzről be tudunk bootolni. És most arról kéne bekerregni. Most fölpörgette. Jó régi dolog, 4 éves. Nem tudom, ezt a hardvert, ezt most hogy fogja kezelni. Hát sehogy. Főleg sehogy a Ryzenhez nem nagyon tud hozzászólni, vagy valami más gondja van a videókártyának, amit remélek, hogy nem. Úgyhogy ez itt innéttől kezdve érdekes. Inkább kapcsoljunk ki, ne állítsunk el semmit, úgyhogy nem látjuk. Keresünk valami más boot módszert. Egy másik Hirenz, a sima 15-ös. Itt mondja, hogy mi legyen, nekünk nem az kell, hanem nekünk ő kell. Ugye itt tudnánk egy memtesztet is futtatni. Mibe nézzünk bele? Mert itt azért sok minden van rajt. Na, mini XP, az jó lesz, az ilyen gagyi módba, de el kell, hogy indítsa a gépet. Ugye most hiába SSD-s a gép, még a Vinyónál is lassabban lemezről bootolunk. Egy Ryzen 5-ös lemezről bootolunk. Vicces, de egyébként tesztnél is, amikor nem hoznak lemezt egy javításkor. Na hát az itt egy kék halál, valami baja van, de hát azt én most meg nem fejtem, de szerintem ezt még a Microsoft-ok se tudják, hogy itt mi baj van. Bár ővele van gond, az ACPI az olyan dolog, hogy ő már túl modern ahhoz képest az energiagazdálkodása, meg minden stb., hogy ezt így tudja kezelni, úgyhogy fogadjuk el a kék halált. Úgyhogy szerintem ezt így nem nagyon fogjuk tesztelni, ezt a gépet, hanem szépen feliratkoztok, és majd feltelepítem a Windows-omat, és majd utána lesz róla valamennyi teszt, amikor már tényleg működik. Most még annyit lehet elindítani, még egyszer bebútolunk, és de a memtesztnek mi értelme van? Semmi, ugye? Mert azt még el lehet indítani egy memtesztet rajt. De hát az egy sima memtesztes dolog, amiben szintén meghalt, ami fura. De lehet, hogy újra indult tőle. Most remélem, hogy nem a gépnek van gondja, még egyszer ráindítom, Windows memória, nem tesz 86, lehet, hogy ez így nem nagyon megy neki. Úgyhogy iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről, majd lesz teszt. Ez volt az unboxing, így néz ki egy Lenovo V155-ös. Csumi!